Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés. Az adócsökkentés. Az adócsökkentés kormánya. Igen, igen. Igen. A mi kormányunk az adócsökkentés kormánya. Legőszintébb becsület szavamra mondom. Olyan országot szeretnénk, olyan országot, amelyben nem beszélnek adócsökkentésről, mert arról a politikusok szoktak beszélni, amelyben teszik. Tudok én ebben, hogy mondjam, brutálisan őszinte lenni. Szerintem az, arra kérem. Szerintem az én első másfél éves kormányzásomnak egyetlen egy komoly hibája volt. Ez az adócsökkentési program. Adócsökkentésre szükség van. Sőt, ismét a Fidesz adócsökkentési elképzeléseit szitta Gyurcsány Ferenc. A kormányfő azt hangoztatta, be kell fejezni az adópopulizmust, mert felelőtlen és hazudik az, aki ma radikális adócsökkentést ígér Magyarországon. A lehető legnagyobb adócsökkentésre van szükség. Az adócsökkentés, a gazdasági növekedés. Van, aki azt állítja, hogy ugyan kérem szépen, csökkenteni kell az adókat, de radikálisan, és akkor már növekszik a gazdaság. Nem kétséges, hogy egy 500 milliárdos adócsökkentés az jobb a gazdaságnak, mint egy 300 milliárdos. Pont erre mondta George Bush, hogy ez vudu gazdaságpolitika. Vudu, 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 vudu. Vudu gazdaságpolitika helyett felelős gazdaságpolitikát kell csinálni. A vudu gazdaságpolitikát meghagyjuk meg másnak. Csökkentsünk adókat és járulékokat már jövő évben. Ennek még van a fedezete. A kieső bevételek fedezete gyenge lábakon áll, legalábbis az APEC volt elnök helyettese szerint. Azt kell mondanom, hogy a dolog lényegét tekintve nem rossz, csak a fedezetét nem látjuk. 2009-re a mindjárt elmondandó számokhoz megvan a fedezet. Azt gondolom, hogy nagyon sokakkal sikerült megismertetni, hogy fedezete van annak az adócsökkentési javaslatnak, amit most a nyilvánosság elé tártunk. Kóka János és Gegesi Ferenc kérdezte a pénzügyminisztert arról, hogy az év végére mekkora forrása lehet az adó és a járulék teher csökkentésének. Veres János szerint erre egyelőre nincsen mozgástér a költségvetésben. 5%-os járulék csökkentés mindenkinek az elsősorban a munkahelyteremtés célozza. Kell-e egyetlen egyel több pincér egy étteremben, ha járulékot csökkentenek? Nem kell. Fel fognak-e venni egyetlen egyel több fodrászt, mert járulék csökkentés van? Nem. Kell-e egyetlen egyel több tanítónő gyermekeinknek, aki írni, olvasni tanítja őket? Nem. Nem kell. Nem kell. Ha csökkentjük a TB járulékot, mondták a magyar gazdasági szakemberek, a magyar vállalkozók, ők tudnak munkát adni azoknak, akiknek ma még nem jut munka. Járulékot csökkenteni? Abból a 600 milliárdból kérem szépen az összes hiányzó autóutat, pályát meg lehet építeni, az összes kórházat rendbe lehet tenni. Elnök úr, ön hazábírozik. Abban a téveszmében van, hogy majd több pincér kell, mert csökkentjön a járulékot. Lárifári. 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 Megint ez a lárifári. Lárifári. Munkahelyeket megőrizni, teremteni, kifehéríteni bonyolult feladat. Sok eszköz együttes alkalmazására van ehhez szükség. Munkára ösztönző adó és járulék, valamint szociális és munkaügyi politikára. A miniszterelnök jelölt szerint a járulék csökkentéssel nem lehet munkahelyeket teremteni. A kormány tudatában van annak, hogy csökkenteni kell a munkabérre rakódó járulék és adóterheket annak érdekében, hogy könnyebb legyen a foglalkoztatás, hogy kevesebb akadály álljon a legális foglalkoztatás előtt. Járulékot csökkenteni? Nekem egyel több cukrász nem kell ettől. Nekem akkor kéne cukrász, hogyha nagykátaljak végre, sokkal több rigójancsit ennének itt nálam meg. Elsődleges célunk tehát a munkahely teremtő tehercsökkentés. Nekem nem TB csökkentés kell, hanem sokkal több vevő rigójancsira. Akkor a rendelkezésre álló további forrásokat is elsősorban tehercsökkentésre, illetve hiánycsökkentésre kívánjuk fordítani. Azért, mert ez az érdeke a magyar gazdaságnak, összességében valamennyi munkavállalónak, az egész országnak. Ó, te jó Isten! Mindig beleszaladok valamiben! Csorbát szenved az igazság, nem ezt várta Magyarország. Nekünk tetszik ez az ország, lehet menni Feri Viszlát.
Látják? Nekünk körülbelül ez a programunk. Erről szól az a politika, amit teszünk. Egyetértek?